Az idei Királyi Napok Néptánc Fesztiválon is folytatódott a folkestek hagyománya. Hétfőn este Spanyolország és Szlovákia táncegyüttese mutatkozott be a közönségnek, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a táncházba. Az első fellépő a szlovákiai háj táncegyüttes volt, a Rimaszombatról érkezett fiatalok hihetetlen energiákat szabadítottak fel. Az 1975-ben alakult csoport kezdetekben gimnazista korosztállyal működött, mára azonban, amint egy 80 fős létszámuk több korosztályra, valamint egy ének és népzenei csoportra osztik. A táncegyüttes Szlovákia szerte ismerik, számos díjjal és elismeréssel rendelkeznek. A Királyi Folkest másik főszereplője a spanyol Rosa del Azafrán csoportot az 50-es években alapították, és az egyesület neve egybefort Spanyolország egyik legrégebbi fesztiváljával, amelyre az ország minden szegletéből érkeznek csoportok. A táncegyüttes a spanyol szellemi és kulturális örökség kutatását tűzte ki céljából, amelyből, ahogy megtapasztalhattuk, ihletet merít.